szépen! Kérem tisztelettel, az idén a sors elvetett Ugandába. Uganda az egyenlítőn van. Az egyenlítőn összesen 8 ország van, ez nagyon érdekes, azt hittem, hogy sokkal több. Ugye ez ott van Afrika közepén, 30 millióan vannak, háromszor akkor az ország, és ott van a Victoria tó, ami önmagában 83.000 négyzetkilométer. You know, my friend? Oké, okay, csak egy kicsit. Jó? Tehát még amik elhozza, vedd be a Google-ba, you know, és akkor jön neked információ. Na hát ez úgy történt, hogy van az Afrikai Magyar Egyesület, amelynek én régóta lelkes tagja vagyok, az African Hungarian Union, amelyiknek az egyik fő célkitűzése, hát természetesen itt nem cseppek vagyunk a tengerben, hanem mikrocseppek az óceánban, de mégis ugyebár az alapelv az, hogy megpróbálunk úgy segíteni a harmadik világnak, hogy ez ott tartózkodásra kényszerítse őket. Egyébként Ugandában számos emberrel beszéltem, senki nem akart Magyarországra jönni, tehát vannak jó híreim is, elsőbbről többségük azért, mert azt se tudják, hogy hol van Magyarország, és nagyon jól elvannak ők ott a festői Ugandába. Meglátogattunk egy orvosmissziót, 4 orvos fizetés nélkül dolgozik, és napi 200 embert néz meg, köztük olyanokat, akik eddig csak varázslóhoz jártak, szóval egy áldozatos munka. Na most ugye többféle projekt van itten Ugandában. Uganda az Idi Amin Dada, azt tudjuk, ugye a jeles diktátor, aki az ellenséggel levágott fejét hűtőbe nézegette. Jó munkához ad a nevet, hello my friend, érted? Tehát nagyon jó. De picit azért megértem, tudjuk, hogy itt van ez az egész migrációs kérdés. Hát mi van ennek a hátterébe? Hogy lassan Európának mindazért a disznóságokért, amit elkövettünk, az fizetni kell. Hát ugye a belgák 1 millió szerecsend mészároltak le Kongóba. Ugye Belga Kongó az a belga királynak volt a magán birtoka. És most néhányan jönnek, hogy hello, mi is szeretnénk hűtőszekrényt. Szóval kicsit vezekelnünk kell. Sajnos nekünk is, pedig semmi gyarmatunk nem volt. Jó lehet, Ferenc József földön tettünk bizonyos kísérleteket, sikerült ilyen semmire sem jó jégszigeteket felfedezni. Többek között Kepes András dédapjának segítségével, aki orvosol, de az árójelben ezt is elbesélhetnék, de ezt most önmérséklettől gyötörve és vezettetve, ezt most nem tesszük, tehát megnéztük az orvosi missziót, aztán meglátogattunk egy farmot, van kint egy isteni barátunk, Balázs, akinek van egy ilyen 25 hektáros rendse, ahol megpróbálja a szerecseneket egy kis tevékenységre szorítani. Van ilyen szárító, meg faiskola, meg mindenféle, és ott dolgozik Attila, az agrodómus. Megláttuk, teljes ergó felszerelésbe tolja. Tehát ez a keki cucc, és egy akkora tör van az oldalán, hogy állandóan belebotlik. Mesélte, hogy be kellett szaladni Kampalába a minisztériumba, és elfelejtette a tört levenni, az AKG-pisztolyos őrök félreugrottak. Tehát azt hitték, hogy valamilyen keményebb csávó érkezik. Na ő mondott Afrikáról egy pazar dolgot, azt mondja, Sanyikám, Afrika olyan, mint egy rossz kurva. Rámegy a pénze. Rámegy az egészséged, rámegy a házasságod, de mindig visszatérsz. Mondta, ugye ide kis tapsot tehetünk, mint hát mondjuk a, mert na csak azért gazdálkodni kell, mert az ugandai beszámolóban ezen kívül humoros nem lesz, de hát csak hogy legyenek mire felkészülve. Na elég az hozzá, meglátogattuk, ugye a Victoria tóból ered a Nílus, ami 5000 kilométeren keresztül putyolázik lefele. Marha érdekes, kis hajóval oda lehet menni, és olyan a forrás, hogy így bugyog. Bugy, tehát látod, hogy ott tényleg egy forrás van, mellette egy kis sás-sziget, 2 kis kunyhóval, ladies, gentlemen. Retyó. Angol gyarmat. Ezért van angolul kiírva, baloldali közlekedés, mindenki beszél angolul, mint az Atya Úristen, és minden gyerek egyenruhában. Az megható, amikor mész reggel az úton, és százával jönnek a gyerekek. És nem azt mondja, hogy nem, dob ki a iskola előtt, érted? 8 kilométer gyalogol azért, hogy elmenjen az iskolába. Hát azért ezt nem ártana időnként itt látni, ugye? Mikor már valaki a bölcsödéből sikeresen elballag kap egy Porsét. Szóval tényleg álljon meg egy picit a menet, meg vannak ezek alternatív közgazdaság, az alternatív, a gyerek eldönti reggel, hogy bemegye, ugye? Ez alternatív, ugye?
Na hát itt a farm mellett, Attilánál átadtunk egy kutat is, többek között, egy helyi képviselőasszony szónokolása közepette, és átadtuk a kutat, és rögtön ilyen 200 gyerek jött ilyen műanyagkannákkal. Tehát nem az, hogy megint nem jön a vért, meg érted, meg tegnap lezugott, és zápor is nincs villany, érted, meg nincs internet, érted. Tehát nem ilyen van, tudod, hanem egy pár kilométer jesszesz azért, hogy vízed legyen. Az Afrikai Magyar Egyesületnek 9 háza van a világban, ezeket úgy hívják, hogy HTTC, nem, HTCC. Hungarian Trade and Cultural Center, Kampalában is van egy ilyen bérel gyönyörű villa, ahol laktunk, és onnan támadtunk ki az országba csillagtúra jelleggel, és hát nagyon jó rántottát kaptunk, kolbászos rántottát minden reggel, amelyet Erik szervírozott. Hát önmagában egy férfi a konyhában az úgy elgondolkoztató. Egyébként nem, mert a világ legnagyobb séfjei azért férfiak. De úgy éreztem, hogy a mozgásra egy picit lekerekített. Ugye? És hát hozzá kell tenni, hogy ezt a fajta orientációt még pár éve Ugandában halállal büntették. Finoman jelzem. Tehát mire Kampalában lesz Kampala Pride, azért az odébb lesz. Hát pillanatilag egy ilyen 6-8-12 éves börtönbüntetéssel sújtják ezt a habit. És van egy kedves túratársam, aki volt a Babakón is, Sanyi, aki hát még most is egy jóképű gyerek. Na most általában elindultunk csillagtúra jelleggel, és elmaradt az ebéd. Úgyhogy ezért mi reggel kemény szendvicsfargásba kezdtünk, gyártottuk a szendvicseket, na akkor már Erik érezte, hogy kicsit úgy beléptünk az ő szférájába, de ugye nekünk van egy kis félelem az afrikaiaktól, hogy megfogja, tudod. Tehát éppen mondja Sanyi, hogy velünk jött a James, a kereskedelmi és ipari miniszter, és mondta nekem Sanyi, hogy odasokta, te ha a James-el kezet fogsz, akkor utána használj készfertőt, leütött, mert egy órát túrta a Sámrin a lábát. Úgyhogy hát mi is szeretünk is tudlizni, meg sajtozni, tehát ez önmagában nem baj. Na, tehát magyarán nem szerettük volna, ha a szendvicsed Erik összefogdossa. Na, ekkor már volt egy kis feszkó, és amikor elindultunk, akkor ránézett Sanyi barátomra, azt mondja, mentek? És a szemében megjelent a fekete kontinens, több száz éves fájdalma, majd egy kis szédulán átnyújtott egy telefonszámot. Mondtam Sanyira, kérd utána legalább, hogy Erika, ez még mindig jobb, hogyha ezt... Még mindig jobb, hogyha ezt találja meg a feleséged, mint hogyha ugye Erik hívogat Kampalából. Na, zárójel bezárva. Jött velünk James mindenhova. 5 évvel ezelőtt rálőttek, a testőre meg is halt, úgyhogy volt vele egy ilyen szoborarcú sofőr, meg egy testőr, akivel mindig arra szórakoztam, hogy hol a pisztolya, tudod, ilyen kis homoerotikus játék keretében, főleg jackfruit pálinka fogyasztása után, és kérdezem James-t, hogy hát most nincs testőr, nincs, ezért mi lesz? És akkor kinyitott a kesztyűtartót, és egy akkora stokker volt benne, hogy épp hogy így vissza tudta tenni, úgyhogy akkor nyugodt voltam. Na most nem nagyon tudtuk James-nek a vezetési szokásait, ez a következő volt, hogy a prémium kategóriájú Toyotába ment a ugandai tuktuk, tehát a népi tuktuk, aircondi fullon, és az összes ablak le. Hú, hát nem volt egyszerű, nem volt egyszerű. Na hát kérem szépen, Ugandában tartózkodik az emberszabású majmoknak több mint a fele. Na most ilyeneket nem láttunk sajnos, mert az egy 2-3 napos, nem az be kell, mert nem volt annyi idő, ez messze is van, meg gyalogolni kell sokat, ugye? Szóval azért az nem úgy van, és akkor hát gondoltam, hogy James életében viszek egy kis szint, ő a kereskedelmi és ipari miniszter, és hát elmeséltem neki a kis sutkát, hogy egy pasas elmegy a pszichiáterhez, és mondja, hogy hát doktor úr, egy elég nagy traumaértés, hát erről szeretnék önnel beszélni, azt hát hallgatom. Azt mondja, hát pár éve jártam egy ilyen gorilla parkban, és hát egy picit lemaradtam a csoporttól, és hát egy gorilla átölelt, mögém került, és hát magáévá tett. Azt mondja, hát nézze, vannak erre gyógyszeres, díványos, terápikus beszélgetések, úgyhogy miért ilyen szomorú? Azt mondja, jó, jó, de azóta se egy levél, se egy távirat. Úgyhogy csak azért mondom, hogy a humornak azért van ereje, mert most a Jamesből még miniszterelnök is lehet, úgyhogy minden reggel így jött a James, hogy no letter.
No Telegram, Sándor, tudom. Úgyhogy, ha legközelebb találkozunk, csak ennyit mondunk, hogy no letter, no telegram, és akkor már van egy egészséges kapcsolat. Egyébként, highlightként a hétvégén elmentünk egy ilyen safari parkba. Hát azért ülsz egy ilyen kis bungiba a Nílus parton, és szembe így az elefántok legyezik a fülükkel magukat, és ilyen vízilovak. Mert hát úgy, az úgy volt, mint a Gigant poszteren. Na hát beszarsz egész egyszerűen. Hajókáztunk is egy kicsit a Níluson. Ugye ott van a Murchison vízesés, ahol Hemingway 54-ben leesett repülővel, egy éjszakát ott töltött a krokodilok között, majd az a gép is leesett, amivel érte jöttek. Szegény, ugye? És mibe akadt be a gép? Egy távíróvezetékben, Afrikába. Szóval ezt megírta Hemingway egyébként a Christmas Gift című írásába, írt fel Christmas Gift, ugye el lehet olvasni. Na most sajnos én nagyon sokat vártam a Victoria tótól, és hát a következő probléma van. Bemész, akkor bilharziát kapsz, nemrég ismerkedtem meg ebben a betegséggel. Sándor barátommal mentünk Bamakóra, már körmend előtt nézem, hogy olvassa a Lonely Planetet, mondom, mit olvasol, a gyógyíthatatlan trópusi betegségek fejezetet. Mondom, hát én ehhez külön gratulálok, tehát van ez a, úgy hívják, hogy vérmétej. Tehát ezért se, de mondom, én bemegyek. Mondom, hát itt van egy tó, és én Sanyi, a vízi Sanyi, nem mehetek be, és akkor Balázs barátunk, aki a helyi Vergiliusunk volt, csak elővett egy fotót, amire csávó éppen akkor ordít a parton, és hát itt szom középtől nincs lábam, mert ezt a krokodil leharapta, mondtam, köszönöm, akkor nem fürdünk. Tehát szerencsére abban a Nílus menti lodzsban volt egy kicsi kis medence, úgyhogy oda mentünk. Na most, mi már voltunk Kenyában is egy szafárin, 1823-ban éppen Zinis Sanyi barátommal, és hát akkor nem voltunk még tájékozva, hát befizettünk egy középkategóriás szafárira. Ugye én minden műszaki cikket úgy veszek, hogy egy értelmesebb eladóval szemkontaktust létesítek, és teljesen mindegy, hogy hifiről van szó, vagy hajszárítóról, mondom, a Golf 2-est adja nekem ide. Ugye, tehát egy, nem a legszara, jó közi, így vettem fényképezőgépet, minden egyebet. Na megvettük a Golf 2-es, mint kiderült, egy jobb szafárira kellett volna befizetni. Tehát hosszú ideig semmi állat ilyen bizományi áruházból szabadult, ilyen kopott, unott elefántok. Szóval rettenetes szomorú volt az egész. És ugye 90-es évek eleje, hát akik akkor ilyen útra befizettek, hát azok nem feltétlenül Stanley és Livingston életét tanulmányozták, és Széchenyi Zsigmond összes műveit, hanem inkább olajszűkítéssel, autófeltöréssel, és egyéb ilyen nyalánkságokkal foglalkoztak. Volt egy ma nagyon ismert ember, elmesélte az idegenbeszédünk, aki előtte volt a kenyai csoportban, ma hát pillanatilag egy több ezer éves börtönbüntetés elé néz. Diszkrécióm tiltja, hogy nevét megnevezzem. Hogy hívják? Nem is jut az eszembe, Portik Tamás, igen. És ők mindent kiosztottak. Tehát bankkártyával mentek ki a repülőtéret, kamerát, mindent odaadtak a szerecseneknek. Tehát, hogy ők nem cipelik. Tehát ilyen gentroid attitűd. Hát tellett ugye abból, amiből tellett. Na kérem szépen, röviden, mert már Sinkó szerkesztőt aggódva benézett. Annyira bepipultunk, hogy ilyen vacak szafárira fizettünk be, hogy délben volt egy pihenő, szintén egy ilyen lodzsban, és elkezdtünk sztorizni a Sanyival. Hogy hú, hát azt láttad, azt a tigrist? Nincs tigris Afrikában, csak hogy finoman jelzem. De ezt úti társaink 90%-a nem tudta. És azt mondja, mi? És akkor már láttam rugdossa az asszony, hogy miért nem mentünk mi odaértek, hogy mi? Ezek tigris láttam, hogy mi meg ezeket a bizomány oroszlán. És mikor a nyakunkban majdnem a fekete párdot szértett, fölugrott a jeepre, érted? És a szerecsen lőkte le. Miért nem oda mentünk, kapjuk? Jó, na jó, hát szóval köszönöm szépen, kis tapsot kérek ide. Tehát így próbáltuk feldolgozni. Na Jamesről még azt nem meséltem, hogy megyünk Jamessel prémium kategóriás Toyota, aircondi a fullon, összes ablak le, hirtelen eldobítja magát. Sissy Fly! És föl az összes ablak. Sissy Fly, cecelégy. Jóval, éreztem, hogy tudsz angolni. A cecelégy, amitől mit kapunk? Nem! Maláriát 3 nap alatt elfújjuk, mondták az orvosok. Nem is szedtünk előre tablettát, mert az abstárt megtámadja a májat. Mondtuk, ráírunk, akkor megtámadni a májat, ha már megkapjuk.
Nem, 3 nap alatt puf, malária nem gáz. Akik meghalnak maláriában, azért halnak meg, mert arra az antibiotikumra vagy gyógyszerre sincs pénzük. De az álomkor, sleep in sickness. Annyira szépen hangzik angolul, szinte kedvet kapsz. Álomkor, nem? Hát kicsit pihenjünk, ugye? Sleep in sickness, a következő van, hogy 3 hetet vagy kómába, majd fölébredsz és lelősz 8 embert. Tehát ilyen up and down betegség, 50% leadja a pingpongütőt, a legmodernebb kezeléssel is, tehát erre nincs megoldás, úgyhogy ezért mondta James, ez a fáj! Tehát ő tudta egész Ugandában, hogy hol vannak cecelegyek, egyébként nem mindegyik csíp, sőt, ha a pirisbe bugdácsolsz, akkor egy kullacstól kapni egy kis agylágyulást, annak nagyobb a valószínűsége, mint hogy egy Sassaflytól kapja. Te már sleep in sicknessben vagy egy kicsit, nem? De még a passzív változatban. Na kérem szépen, és végül, de nem utolsó sorban a következő incidensért. Nílusnál várunk a kompra, tele páviánnal minden. Ilyen szemtelenek. Pávián annyi van, mint a rosszabb. Mondta James, hogy tekerjük fel az ablakokat, mert bemennek a kocsiba. Hát van, amelyik már a felezőt is tudja használni a jeepbe. Tehát ugye a páviánok eleve nem buták, és hát ugye a turistákból élnek, elszemtelenednek, mérhetetlen módon, mindenre felugranak, stb. Nos, annyi a hülye! Az egyetlen egy a napra tartalékolt szendvicsemet, gondoltam, hogy én előveszem, és úgy nézegettem, úgy lassan fejtettem le róla a kis celofánt, ugye még nyújtom a percet, mint udvaros Dorottya, ne siessük el. Egyszer csak, ha, puk, pek, pik! És a pávián, aki fölugrott rám, de olyan diszkréten, ezért tulajdonképpen hálás vagyok, tehát nem karmolt belém, meg semmi különös nem történt, a szenyámat ellenben elvitte. És erről nekem az jutott eszembe, hogy a 70-es években ugyanez történt a Körút és a Majakovszki utca sarkán lévő hallóbárba, ahol egy kicsit elfordultál, és a csöves a zsebébe hordott kanállal már belevett a kelt káposztádba. Ugye tetszik rá emlékezni. Köszönöm szépen! Még egy dolgot! Talán ez kiderült belőle, és ez csak egy mondat. Lejjebb van egy jó kis ország, Ruanda. Nem engednek be műanyagot, ember. Akkor ki az afrikai? Vagy hogy van ez? Nem azt né, fegyvert, mindent. Szipkázhatsz mindent. Nem, hülyeskedek. De nem azt keresi. Nem vihetsz be nejlon zacskót, és nem vihetsz be PET palackot. Na, én is úgy néztem erre, mint ön. Köszönöm szépen! Viszont hallásra! Köszönöm! Bizonyára ismerik a Királybeszéde című sikerfilmet, 6. György angol királybeszéd hibájáról, és arról a szenvedéstől szól, ahogy próbálja ugye a logopédus kezelni szegényt. Bizony vannak szituációk, amikor az ember legszívesebben logopédus után kiáltana. Például, ha 2 rendszergazda beszélget mellettünk a villamoson, lehet látni a szánakozó tekinteteket, szegények, milyen fiatalok és mennyire beszédhibásak. Sinkó Péter most következő írását reméljük nem csak logopédusok fogják értékelni. Előadja Molnár Piroska és Vida Péter. Olvasva a legfrissebb statisztikát, kiderül, a 30 év alatti tanárok száma rohamosan csökken. 2001-ben még 16% volt az arányuk, 2014-ben már csak 9%. Gondolom ez az elég alacsony fizetések miatt van. A tanárnak, ha el akarja tartani a családját, túlórát, másodállást is kell vállalnia. Egy ilyen tanárt írt meg Maksa Zoltán, akinek sikerült a napjainkban legjobban jövedelmező másodállást választani. Idegen vezető lett. A helyszín a magyar-szerb határ másik oldala. Az idegenvezető tanár Kaszás Gergő. Köszöntöm az afrikai csoportot, Kovács Lajos embercsempész vagyok, de civilben magyar történelem szakos tanár volnék, ezért jól jön ez a kis mellékes. Már 6 évig kannabiszt termeltünk a tanáriban, de idén az aszály miatt alig hozott valamit az iskolának. Jó, engedjék meg, hogy bemutassam az akciómban résztvevő gépkocsinkat.
apámtól örököltem, ő csinálta, áll egy lovaskocsi platóból és egy Trabant motorból. Szódát szállított vele éveken át. Jó, először regisztrálnom kell magukat, ne ijedjenek meg, gyorsan végzünk, mert ahogy hallom, hatalmas szerencsémre mindenkit Ahmednek hívnak, és 1990. január 1-én született. Na, a megállapodás értelmében én 100 euróért elviszem önöket a szegedi buszállomásra, ahol 50 euróért leszállhatnak a kocsiról. Ott várja már a csoportot kollégám, dr. Szabó Jenő fizikus, aki a téridő elméletből doktorált. Ő 200 euróért zasztavájával térugrást hajt végre önökkel, vagyis kihagyja a Dugonyis teret. Elviszi magukat az M5-ösön a kecskeméti Molkutig, ahol fejenként 200 euróért átszállnak a Simai Laci teljes kocsijába. Ő a Tatai Selkútig viszi önöket, ahol várja majd magukat Létrai Mária biológia szakos tanárnő. Ő bemutatja önöknek a legújabb avontermék családot, majd Pálmai Helga rajszakos kolléganő megy 70 részes, rozsdamentes edénykészletet. Innen már csak azt viszük tovább, aki vásárolt. De ne aggódjanak, mindenképpen eljutnak azok is az osztrák határra 400 euróért, akik nem vásároltak, eljutna csak kisebb csoportokban és gyalog. Az osztrák határon várják már a kedves megbízóinkat az osztrák határőrök és egy Steyer népdalkör, amit az emberi szervezet normál állapotban maximum 2 órán át képes elviselni, így a kedves csoporttagok maguktól is visszafordulnak Magyarországra. A határállomás parkolójában keressék Zöldi Levente testnevelő tanárt, aki egy piros Ford Fiesta-ból átalakított mikrobusszal 350 euróért akciósan elhozza magukat Budapest határáig, ahol is lesz majd jobbra az M0-áson egy másik molkút, és ott fogom én várni önöket. Onnan 200 euróért elmegyünk Kiskunfélegyházára, ahol rövid városnézés helyett, mint egy perspektívaként a Magyarországon maradni szándékozóknak, megmutatjuk a közmunkásokat a parkban a platán sor alatt. Ide jön majd értünk könyvtárosunk Mezeiné kis Terézia, egy különleges aura vizsgálógéppel, mely 70 euróért megmondja, hogy milyen nyomelemből van kevés a szervezetükben. Amint mindenki fizetett, indulunk tovább a magyar-szerb határra. Útközben megtanuljuk a Fradi indulót. A határon, vagyis itt 50 euróért kiszállhatnak a buszból, és átgyalogolhatnak a kerítésen, melynek egy-egy darabját emlékbe elvihetik magukkal. Köszönjük szépen, hogy érdeklődnek Magyarország iránt, és máskor is jöjjenek el hozzánk, akár ennél rövidebb időre is. Na, induljunk! Néhány nappal ezelőtt nyílt meg egy kiállítás a Godó galériában, Ördögöt a falra címmel, amelyet Dr. Máriás, vagyis Máriás Béla jegyez. Ő valóban a gonoszt akasztotta szögre, hiszen Vásznain oly fényes bűnelkövetői karrierek köszönnek vissza Matisse, Picasso, Francis Bacon, vagy éppen Leonardo stílusában, mint Ambrus Attiláé, Matuska Szilveszteré, Tocsik Mártáé, netán a feloldódás egyik legnagyobb mestere, Pándi Andrásé. Ha mindez nem lenne elég, avantgárd rosszalkodását zenei téren is megvalósítja, méghozzá a Tudósok formáció frontembereként. Ők következnek most a Kis cica ugrál az ágyon című dallal, amelyet kérem csak annyira vegyenek komolyan, amennyire ők ezt annak szánták. Hölgyeim és uraim, a Tudósok! Szerelmes cowboyok, üdvözölnek mindenkit kitörő szeretettel. Egy nemzetközi slágerünket fogjuk eljátszani, amelyet nem csak legénybúcsukban, de különböző focimeccsek szüneteiben is elő szoktunk adni. Sőt, ha ez így folytatódik hamarosan, a határ mentén is koncertezni fogunk. Kis cica ugrál az ágyon, barátom, meg fogsz halni. Kis kutyus ragadok enni, barátom, meg fogsz halni. Gyönyörű a naplemente, barátom, meg fogsz halni. Gyere is maradj velem, barátom, meg fogsz halni. Kis cica ugrál az ágyon, barátom, meg fogsz halni.
Sporton ölelkezünk. Várom meg fog szállni, mert megint nyersz a lottón. Várom meg fog szállni, végre teljesült a tervünk. Várom meg fog szállni, gyere, maradj velem örökre. Gyönyörű az új tested. Várom meg fog szállni. Jaj, de jó szolizott a fejed. Várom meg fog szállni. Veszek neked még gyönyörű mellett. Várom meg fog szállni. Itt maradok veled örökre. Várom meg fog szállni. Az ágyom, és annyira édes, mint a legédesebb álom, mint egy vaníliás fagyi, mint egy turmix, mint egy szerelmi koktél, és annyira csodálatos vagy, édes kedvesem. De kérlek, ne felejtsd el azt, hogy maradom meg fogsz válni. Az igazi sportrajongók már úgy lehetnek az olimpiával, mint az agresszív kismalac, amelyik bemegy a játékboltba, odalép az eladóhoz, majd azt mondja, kérnék szépen egy türelemjátékot, de rohadj gyorsan! Azok kedvéért tehát, akik már úgy érzik, hogy minden türelmük elfogyott, és szeretnének belekóstolni az olimpiai hangulatba. A Rádió Kabaré egyik állandó szerzőpárosa bekapcsolt a házi időgépét, és pillanatokon belül Rióba repíti önöket. Nem hiszik? Akkor csak figyeljék a jelenetet, amelyet előadnak egyben a szerzők, Aradi Tibor és Varga Ferenc József. Kedves nézőink, körkapcsolást adunk a Riói Olimpia mai eseményeiről. Első helyszínünk az uszoda, ahol nemrég ért véget a szinkronúszás, magyar hangok. Csernák János... Kovács Nóra, Vida Péter, Fillár István. Kapcsoljuk a helyszínt. Jó napot kívánok, kedves nézőink, innen az uszodából. Szomorú hírrel kell kezdenem. Sajnos megfulladt egy szinkronúszó, és így a többi is. Mielőtt tovább kapcsolnánk egy másik helyszínre, még egy érdekes úszóhír. Gyárfás Tamás délelőtt szomorúan sétálgatott az uszoda folyosóján. Meg is kérdeztük gyorsan, mi a gondja. Ő röviden csak ennyit mondott, hagyjuk hosszú. Most pedig kapcsoljuk az asztali teniszcsarnokot. Köszöntöm a hallgatókat! Egyszerre több meccs is zajlik. Az egyes asztalnál a svéd Hüsie Min játszik a német Chen Hu Wonnal. A kettes asztalnál a kameruni Wang Min mérkőzik a namibiai Cheng Lingel, míg a hármas asztalnál a belga Li Wang játszik az olasz Campolinivel. Az olaszra a többi versenyző eléggé ferde szemmel nézett, mivel kiderült róla, hogy nem Olaszországban született. De nézzük a kettes asztalnál zajló mérkőzést. Wang Min adogat. Amíg tart ez a labdamenet, továbbadom a szót, súlyemelés. Az orosz leónyid protein készülődik lökésben.
185,5 kilóval. Ha ezt felemeli, nem csak az aranyérmet, hanem az aranyeret is bebiztosítja. Idén lökésben 182 kiló az egyéni legjobbja, szakításban pedig a szeretője. Nézzük a gyakorlatot. Igen, igen, és feláll vele, feláll vele, feláll vele, feláll vele. Na most jön a neheze, ki kéne lökni. Igen. Fújtat, nagyon fújtat. És, talán kinyomja, igen, kinyomja, kinyomja a 182,5 kilót, már csak a három fehér lámpát kell megvárni, hogy érvényes legyen a gyakorlat. Az első megvan, a második is, a harmadik lámpa sajnos kiégett, de jönnek már a karbantartók. Protein tartja a súlyt, még nem teheti le, és ajajaj, beletört a foglalat a lámpába, de mindjárt kicserélik, és ebben a pillanatban megvan mind a három fehér lámpa. Protein, olimpiai bajnok, az orosz fiatalember, aki 23 éves, és ettől a pillanattól kezdve csak 96 centi magas. Megnyeri a versenyt, köszönöm a szót, asztali tenisz. Chen Wong. Az eredmény továbbra is 0-0. 126 perce tart a mérkőzés. Wong Min és Cheng Ling csatája. Még mindig 0-0. Igen, leüti. És Wong Cheng. Vízilabda. Varga. Szívós. Varga. Ferenc. József. Szívós. Bedő. Lóbál. Húzogat. Lő. Most jó. Nagyon jó. Elmegy. Nézzük az eredményt, hogy áll. Hát már nem áll. A meccs jelenleg is zajlik, reméljük szívós még majd lő, addig is asztali tenisz. Hát hagyjuk, 0-0. Toronyugrás. A finn ugor készülődik. Nagyon jók a mozdulatok, ígéretes. És most lássuk, nagyon meggondolja, és leugrik. Egy kicsit elsiette, elkapkodta. A medencébe ugyanis még csak most töltik a vizet. No, de se baj. Elmondok még egy gyors hírt. A koreai távolugró Kim Beng nem jelent meg a dopingvizsgálaton, mivel a tegnapi elugrása óta még mindig a levegőben tartózkodik. Közben a 100 méteres sífutás döntője kezdődik, pillanatokon belül nézzük a versenyzőket. Az egyesen az amerikai Jones, a kettesen az amerikai Fleming, a hármason az amerikai Smith, a négyesen az amerikai Boyd, az ötösen az amerikai Thompson, a hatoson az amerikai Jackson, a hetesen az amerikai Powell, míg a nyolcason a Brit American, ja nem, az amerikai Brit, bocsánat. És akkor lassan kezdődik a rajt, nézzük. És ebben a pillanatban elindult a mezőny, és be is érkeztek a célba. Boyd az olimpiai bajnok 0,56 másodperccel, 52 századra elmaradva a világcsúcstól, második Vettel, harmadik Hamilton. Mai közvetítésünknek ezennel vége, de még nézzük meg, hogy áll az asztali tenisz. Hölgyeim és uraim, most pedig a technika minden újdonságát és vívmányát kihasználva a Stefánia palotába kapcsolunk, ahol a színpadon már ott áll Bellus István! Jó estét kívánok, ez itt a Kívánság Szatyor Pistivel, az igényes szórakozás hova továbbja. Zenés muzsikák, dallamos melódiák, hazai és magyar világslágerek. Élőben, magyarul, 3D-ben. Rizsás Andreáné Góhér Dányádra küldi a következő dalt Ponty Ferencnének, és mindenki, aki szereti Ponty Ferencnét. Ugyanezt a dalt küldi Erzsikének Katalinnapra.
Túró Imre Bogácsról. A dal címe Bulvárdal, ez egy ilyen interaktív dal. Fogok mondani néhány információt, önök pedig kitalálják, hogy kiről fogok énekelni, jó? Jó. Következőben egy olyan házaspárról lesz szó, akik arra tették fel az életüket, hogy a világról száműzzék a szénhidrátot. És az a legnagyobb álmuk, hogy minden kisbaba az első felülésből megcsináljon még 50-et. Na ők kik? Sóbert Norbi cukrot tett a teába, fehér liszter riog a tehiába. Aptét egyes tepertő lesz estére, kenyér nélkül, mert vigyáz a testére. Rubin tréka ma is lement spárgába, melegítőbe jár, de csak sárgába. Jól fog majd a kis kegyedben mutatni, hogy muslicákat kezdtek rajta kutatni. A következőben egy olyan csodálatos fekete hajú hölgyről lesz szó, aki a televízióban szokott főzni, és az ő konyhaszekrényében mindig van egy kivajazott tepsi. Stál Judittal van egy közös receptünk, csilis babot eszünk, aztán lefekszünk. Éjszaka meg leizzadunk bokáig, mert a csili dolgozik még sokáig. És végül egy olyan fiatalemberről lesz szó, akinek az a legfokolibb története, hogy a fejére szorult egy sapka, és aki ugye már a naplóba senkinek nem fogja beírni az egyest, ő kicsoda? Bújtrütkon levette a sapkáját, sapka nélkül kergette a macskáját. Magánhangzó kéne még a nevedbe, hoztam neked gyógyszer, de még nevedbe. Szóló! Nem tudom, hogy az itt ülők közül hányan jártak már romkocsmában, de gondolatban azért talán fel tudnak skiccelni egyet. Szóval az a lényegük, hogy nincs bennük két azonos típusú szék, mindegyik ütött, kopott, rozzant, úgy nyikorog, mintha a következő pillanatban szét akarna esni. A külföldiek úgy hívják design, mi úgy, hogy csóróság. Az ötlet végig zseniális, mert hogy is lehetne jobban leplezni az elhanyagoltságot, mint azzal, hogy művészetnek álcázzuk. Elképzelhető tehát, hogy a jövőben más intézmények is átveszik majd ezt a stratégiát. Búzs Gábor Olivér most következő jelenetében már meg is álmodta a rom-ovit, amelyet önök is pillanatokon belül megismerhetnek. Kapcsoljuk a Stefánia palotát, ahol a színpadon ott áll a jelenet két szereplője, Bertalan Ági és Balsai Móni. Ha-hó, ha-hó, jó helyen járunk? Attól függ, kit keresel és mit. Ja, igen, mi az Ovit keresnénk. Szerintem hagyjátok abba. Miért, nagyon eltévedtünk? Nem, itt van, megtaláltátok. Tényleg, ez az. Mi van, nem tetszik? Őszintén. Hogy hívják a kisunokát? Ő a gyerekem. És Boldika. Tényleg? Hát nem kapkodtad el. Bocs, azt hittem, a szemed már nem a régi, azért nem ismertél fel egy óvodát? Nem, hanem mert nem hasonlít egy óvodára. Igazából mondhatnánk, hogy elmaradt pár évtizednyi felújítás, de inkább úgy mondjuk, hogy ez az óvodák új generációja, a rom-ovi. Itt, ahol bejöttetek, ez a kapu, ezt mi úgy hívjuk, hogy csillagkapu. Ó, miért? Valami kalandjátékos kellék? Nem, minden éjszaka ellopják. Ahogy a csillagok feljönnek, a kapu megy.
Na, gyertek bejjebb, megmutatom Boldikának, miket lehet még itt csinálni. Mi nem költünk drága játékokra, a gyerekek a lehullott vakolattal puzzle-oznak. Aki össze tud rakni egy rajzlapnyi darabot, és vissza is tudja ragasztani, az dupla adag szörpit kap. Ez nálatok tök normális, ez nem veszélyes? Ez? Dehogy is. Hátul a szétszerelt mosógépes játszótér. Na, az veszélyes. Komolyan? Úristen! Nyugi, nyugi. Oda nem engedik őket a kutyák. Kutyák? Boldika nagyon nem szereti a kutyákat, de gondolom, hogy ezek szelidek, ugye? Fogalmam sincs, kóborkutyák. Úristen, hát azonnal megyünk innen. Itt ott egy-két kutya. És akkor mi van? Nem lesz attól senkinek semmi baja? Ugye napközben kijönnek levegőzni a gyerekek. Hogy kijönnek-e? Nem mennek be. De ha bemennének, az ugyanolyan lenne, mintha kint lennének. Bojdika, keresünk üres sörös rekeszeket, és csinálunk belőlük anyának szandált, jó? Sört isznak a gyerekek? Nem. Bioitalokat. Ah, mégis mit? Kézműves vizet. Legalább vannak rendes kis ágyak. A Boldika a kókuszmatracot szereti. Kérhetünk olyat? Persze. Ha találunk, az az övé lesz. Mondtam már, hogy ez egy laza hely. Vannak bontok, trabantok, moszkvicsok, azoknak a hátsó ülésén lehet alukálni. És milyen jelek közül lehet választani? Na, szabad még a törött szék.